Mai ige az Mózes 5. könyvéből, a 7. részből van, a 6-tól 9. versekig. Azt olvassuk itt, hogy mert az Úrnak a te Istenednek szent népe vagy, te téged választott az Úr a te Istened, hogy saját népe légyné ki minden nép közül a földszínén, nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok, mert ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amelyel megesküdt a ti atyáitoknak, azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az egyiptombeli fáraó királynak kezéből, és hogy megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot ezeriziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Isten népe a hívószó, és ugye, ahol elkezdtük olvasni, ez egy mertel kezdődő szakasz, mert az előtte lévő résznek a folytatása, ott pedig arról olvasunk, hogy ne barátkozzanak a bálványimádókkal, ne keveredjenek össze velük, ne kössenek vegyes házasságokat. Azt mondja a 4. vers, mert elpártoltatja a te fiaidat én tőlem, és idegen isteneknek szolgálnak. És nagyon érdekes a befolyás, hogy nincs olyan jó véleménnyel arról Isten, hogy az emberek értelmesen követni tudják a jót, különböző egyéb érdekek, szerelem vagy a gazdasági kapcsolatok hatására úgy tűnik, hogy ez kialudhat, ez az Isten iránti érdeklődés. Egyébként tényleg így van, hogy ott, ahol legalábbis én még eddig mindig úgy láttam, hogy ott, ahol az egyik fél szerette az Urat, és mondjuk belement egy olyan kapcsolatba, ahol a másik fél nem, hogy ott sokszor kellett olyan kompromisszumot kötni, aminek a vége sokszor az lett, hogy elfordult. Nem minden esetben talán, hogy elfordult az is, aki az Urat követte. Ki tud hűlni? Ez a megrakják a tüzet, mégis elaluszik gondolat. Ez itt is felmerül. És hát nehéz mit mondani arra, hogyha a szerelem jelentkezik, mert az egy Isten ajándéka, egy hatalmas erő, és ebből vezették le sokan azt, hogy még más felekezetű emberekkel se barátkozzanak a hívő emberek, ami nem helyes, nem elfogadható dolog. De hát egy olyan világba lépnek be itt az izraeliták, ahol azok az isteni értékek, alapvető emberi jogok, amelyeket azóta is minden tisztességes állam az alkotmányába beilleszt, azok innen vannak levezetve Isten igéjéből. És Mózes ad törvényt, kezükbe adja Isten igéjét utódainak is, és azt látja, hogy vannak más szokások. Az első könyvben, Mózes első könyvében olvasunk Sodoma és Gomorra bűneiről, ahol nagyon határozottan kimondják Sodoma, Gomorra polgárai, őslakosai, benszülöttei, hogy itt van köztünk ez a Lót, aki maga is jövevény, és ő akar törvényt szabni arról, hogy milyen jogok illetik meg a jövevényeket, a bevándorlókat, a menedékkeresőket, a menedékkérőket. Ugye bántalmazni akarják őket, úgy érzik, hogy joguk van azt csinálni velük, amit akarnak. Lót ez ellen próbál tenni valamit, és majdnem megölik őt, az angyalok mentik meg Lótnak az életét. Szóval bemegyünk egy világba, benne mozgunk egy világban, ahol nem mi diktáljuk
a törvényt, és ha nem alkalmazkodunk, kivet magukból ez a, magából ez a világ, vagy, vagy hát szüntelen konfliktusok keletkeznek. És azt mondja, ezzel szemben az Úr, hogy ő neki van egy saját népe, egy választott népe, mely megértette az Isten igéjének a, az üzenetét és értékeit, és ezt kész megvallani a világban. Ábrahám megérkezik mindig egy pontra, ott oltárt épít és segítségül hívja az Úr nevét, így mondja a Károlyi Biblia, valójában megvallja ott az Úr nevét. Kis halmocskákat épít kőből, megkérdezik, hogy ezt miért csinálja, azt mondja, hogy ő Istennek emel oltárt, őt imádja, de ki ez az Isten? Mert az ott élőknek más fogalmuk van Istenről, és Ábrahámnak módja van bizonyságot tenni, megvallani az Urat, és terjeszteni azt a, azt a méltóságot, azt az áldást, azt a másfajta szemléletet, mint amit az a világ hordoz. Na most, ez nem időszerűtlen dolog, tehát ma is benne vagyunk egy világban, amely teleplakátozta a gyűlölet gondolataival a városainkat, falvainkat, és sok hívő ember ebben a helyzetben hallgat, és azért hallgat, mert ugyanúgy fog járni, mint az az izraelita az ókorban, Mózes korában, vagy Ábrahám korában, aki egymaga a jövevény, és mégis másfajta törvényt akar képviselni, mint az, ami helyben van. És nagyon furcsa ez a helyzet. Éppen ma mondtam valakinek azt, hogy ha mi egy olyan kormánnyal szemben, amely kereszténynek nevezi magát, nem ragaszkodhatunk, mondjuk például a menekült kérdésben, a névadó Krisztus, tehát a kereszténység névadója, szabad így használni ezt a méltóság nevet, elveihez, akkor mit jelent a mi kereszténységünk? Tehát van egy pogányság, amelyik azt mondja, hogy ne eresszük be, rekesszük ki, tengés, szöges dolgot kerítésekkel, védelmezzük a határainkat, az egész hazugság, mindenki tudja, hogy nem akarnak ide betelepülni, legfeljebb békében szeretnének átvonulni rajtunk, de mi fegyvert ragadunk, mi megalázzuk, esetleg bántalmazzuk is őket, és mindenféle gonosz hazugságot mondunk, és aki fölemeli a hangját, és azt mondja, hogy ez nem biblikus, az Úr népe ilyet nem tesz. Azt lehurrogják, kiközösítik, és sokszor még hívő emberek is. Nem akarok itt leragadni ennél a képnél, de azzal, mert azzal folytatja Mózes, megpróbálja kibontani azt az igazságot, hogy mit jelent, hogy szent népe, saját népe Izrael az Úrnak. A szent az elkülönítettet jelent, nagyon másat, mint a profán, a hétköznapi, az átlagos, az ösztönös. A szent az mindig tudatosan elkötelezett, valaminek a vállalt gyakorlója, képviselője. Hát az Úrnak szent népe vagy te, ennek a külsőségeit látjuk olykor, mondjuk például az ortodox zsidók hajviseletében, ruhájában, de ez is az elkülönítésnek egy jelzése, és nem arra bátorít persze az ige, hogy öltözködésünkben, külső jegyekben legyünk nagyon különbözőek, mint a környék, hordjunk más frizurát, ruhát, egyebet, hanem legyen tudatos bennünk az, hogy mi Isten országához tartozunk, és ha egyszer erre bátorít is az ige, hogy a menekülteket szeressük, mert nem elégszik meg az eltűréssel sem a Biblia, nem elvárja, hogy szeressük, hogy megértőek legyünk, hogy gyöngédek legyünk, hogy tudjunk együtt érezni, akkor mi nem képviselhetünk más, mert mi szent népe vagyunk az Úrnak. Nemrég voltunk ugye Évával kint Németországban, ellátogattunk egy kicsi faluba, ahol mondjuk 190 vagy 200 menekült volt, és azt mondta a helyi lelkész, hogy valószínűleg
mindenkit haza fognak küldeni, mert nem felelnek meg az uniós menekültügyi szabályoknak. De azt is hozzátette, hogy egyrészt meg fogják síratni őket a helybeliek, amikor hazamennek, mert nagyon megszerették őket. Mindenki gyűjtött számukra ruhát, a bicikliüket odaadták, hogy tudjanak mozogni, megvendégelték őket. Szóval a szeretet sok apró német nyelvet járnak, és arra gondolnak, hogy a két év alatt, amíg lefut a vizsgálat, és ha azzal a szomorú eredménnyel jár is, hogy el kell menni, de legalább megtanulnak németül, és az alatt kipihenhetik magukat. Tehát Istennek szent népe vagy te, a menekült kérdéshez is másként viszonyulsz, mint az önző félénk, vagy gyűlölködő, vagy magának való világ. És jön ebből mindjárt a következő kérdés, hogy miért szeretett meg bennünket az Úr? Miért választott saját népévé? Jönnek a találgató válaszok, talán ti vagytok a legtöbben, nem? Kisebbségben vagytok a népek között. Sokkal nagyobb népek vannak. Ti minden népnél kevesebben vagytok, hanem mivel szeretett titeket az Úr, ez pedig nem indokolja, mert a szeretet az egy indokolatlan viszony, nem szolgáltunk rá erre a szeretetre. Isten egész világot szereti, de ott bontakozik ez ki, ahol erre fogadókészség van. Úgy tűnik, hogy ezek között a népek közt, ahová most bevándorolt Izrael népe, ott nem volt fogadókészség Isten szeretetére. Ott volt Sodoma és Gomora sajátos világa, ott volt pénzszeretet, ott volt a gyűlöletnek, az önzésnek, az erőnek a szeretete, a harcolásnak a szeretete, de nem volt ez a fajta gyöngétség, amit a világ nem is ért. Tehát Isten szerette az ő népét, és ez abban mutatkozik meg, hogy ők is szeretik a körülöttük lévőket, és pedig azzal a szeretettel, ahogy Isten szeret, aki nem kiváltságosakat szeret csak, hanem mindenkit. Tehát abból is megtudjuk, hogy megfogant-e bennünk Istennek a szeretete, hogy föltámad a szívünkben a másik iránti önzetlen szeretet. Tehát szeretet, miért szeretet? Mert szeretet az Úr. De ez csak az egyik dolog. A másik, hogy van neki egy esküje. 8. vers, hogy megtartsa az esküt, amelyel megesküdteti atyáitoknak. Azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, szolgálat házába. Isten akkor esküdött meg a szabadításról, amikor még nem volt aktuális a dolog. Tehát amikor még jól ment Jákob családjának a dolga, egyfajta távolság, rokonszenves távolságtartással kezelték őket, mint József rokonságát, és különleges helyet biztosítottak számukra Egyiptomban, ami nem egy gettó volt, hanem az elkülönült szokásaiknak a tiszteletben tartása, de ez nem mindig volt így, hanem aztán sanyargatni kezdték őket, és mindenféle bántalmazásokat kellett elszenvedniük, és akkor megtapasztalták, hogy Isten ígéretei igazak. Tehát amit ígért Jákobnak, Izraelnek, vagy Józsefnek, és rajtuk keresztül az egész népé kibontakozó rokonságnak, azt az esküvését Isten megtartotta. Szoktuk mondani, hogy Istennek minden ígérete, Bibliában lévő ígérete, ha helyén alkalmazzuk, akkor ránk is vonatkozik. Mindazokra, akikben kibontakozik Istennek ez az emberiség iránti, az ember iránti szeretete. Mert
Ezt a gondolatot viszi azután tovább, megtudjad, hogy az Úr a te Istened, ő az Isten, a hűséges Isten, aki megtartja a szövetségét és az irgalmasságot, ezer iziglen azok iránt, akik őt szereti, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát Isten szeretete és kegyelme ezer iziglen van, ez azt jelenti, hogy mióta volt ember, és amíg lesz ember. Az ezer az nem 999 meg egy, hanem az sok, amit már nem számlálunk. Például az 5000 ember megvendégelésében az nem 4999 meg egy, hanem ötször sok. Tehát ez az ezer iziglen, ez sok. Tehát amit a 23. Zsoltár vége mond, hogy az Úrházában lakozom sokáig, hosszú ideig. Ez azt jelenti, hogy megszámlálhatatlan ideig, örökké. Így is fordítjuk ezt, az időtlen időben mutatkozik meg Istennek az ember iránti szeretete, vagyis ez öröktől fogva való, hogy lesz-e belőle valami, hogy lesz-e belőle megtapasztalás a mi oldalunkon, hogy működésbe lép-e a dolog, az rajtunk múlik, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát nem az a kérdés, hogy szerete engem az Úr, mindig is szeretett. Szerette ezt a világot, egyszülött fiát adta, és itt mindenféle ilyen igéink vannak, amelyek igazak. A nagy kérdés az, hogy én szeretem-e őt, és miből derül ki, hogy én szeretem-e őt az apostoli levelek szerint, abból, hogy szeretem-e a látható atyám fiát. Okosan, alkalomhoz illően, konkrétan, nem úgy szólamokban, nem szájjal szeretünk, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát nem a hangzatos szólamok szintjén, a politikai rafinéria hálójában elejezve ezeket a dolgokat, hanem konkrétan az igaz nem is cifrázza, ha éhezik a te atyád fia, hogy lehet ennie. És azt látjuk, hogy magukat kereszténynek vallók elveszik a fogyatékkal élők pénzét, vagy a szegények pénzét, vagy lehetetlenné teszik iskoláztatásukat, vagy idősektől vesznek el olyanoktól, akik védekezésre képtelenek, és mégis keresztényeknek mondják magukat, és a hívő mérce birtokosainak, hitelesítőinek, akkor bátran megszólalhatnánk, és mondhatnánk azt, hogy de Isten népéhez az tartozik, aki őt szereti, és az ő parancsolatait megtartja. Nem emberek parancsolatait, hanem az Úrnak a parancsolatait. Tehát ha az volt ma a kérdésünk, hogy ki is tartozik Isten népéhez, mert ez volt a kérdésünk, akkor ennek van egy Isten felüli oldala, akiket az Úr kiválaszt, és akikre szeretetét kiárasztja. De rögtön azt láttuk, hogy a másik oldalról ez bárki lehet, aki féli az Urat és az ő parancsolatait meg.